Egy legendás vívómester életét ismerhették meg az érdeklődők az ünnepi könyvét utolsó nagykanizsai kötet bemutatóján. Borsodi Lászlónak Kertai Zalán és Mádai Norbert állított emléket egy kiadvánnyal, amelyet Gausz Tamás, a magyar szabjavívó iskola oktatója mutatott be a könyvtárban. A rendezvényen levetítették az Zrínyi Katonai Filmstúdió tavaly készült a Génius című kisfilmjét is, amelyből kiderült az 1878-ban született Borsodi egész életét annak szentelte, hogy a vívásoktatás módszertanát fejlessze. Pályafutása során számos olimpiai, világ, európai és magyar bajnokot nevel ki. Növendékei feltétlen bizalommal voltak iránta, és már-már apjukként tisztelték. Borsodi azért, hogy még csak a saját tanítványai sem, akik a közelében voltak, azok se tudják, hogy a Pildert ott készíti föl. Amikor fölkészítette, akkor bezárta az ajtót. Ha úgy volt akkor, amíg az ablakokat is besötétítette, lámpát oltott, és csak négy szem közt oktatta a Pildert. Olyan dolgokat tudjon nekik megtanítani, amire senki nem tud felkészülni. Ráadásul a Piller még ráadásul kiismeretetlen vívó is volt. Tehát ő versenyről versenyre más szisztémába vívott.